sokak kérésének teszünk eleget, amikor megismételjük azt az interjút, amelyet kollégám Ducsai Attila készített a labdarúgás egyik még élő legendájával, Puskás öcsivel. A felvétel operatőre Hörcsik Márton, míg technikusa ifjú Rónai Ferenc volt. Itt beszélgetünk Szép Halomba, a monobűfővel Puskás öcsivel, az aranycsapat egyik legnagyobb sztárjával. Az STK a labdarúgását támogató alapítvány támogató vacsorájára hívta meg, úgymond sztár vendégként. Milyen érzés volt elfogadni ezt a meghívást? Milyen célzattal sikerült idejönni? Mindenféleképpen egy meghívást mindig kellemes és szép elfogadni. Én ugyan itt még nem voltam, ha már régi nagyon jó három barátom van. Sajnos az egyik már meghalt, a Vad Pisti, akkor van a Palicskó Tibi, és van a Csabai Jóska. Úgy, hogy ilyen helyre jöttem nagyobb kedvel, és jobb odaadással mondjuk. Hogyan látja a mai magyar labdarúgás helyzetét? Erről nagyon keveset kell mondani, a magyar labdarúgás mint olyan. Ebben a pillanatban nagyon-nagyon csúnyán néz ki. A probléma a játék, probléma a játékos, probléma a közönség, probléma az újság, probléma a televízió. Szóval ezek mind közrejátszanak arra, hogy ezek a játékosok, akik jó, nincsenek a legjobb formájukban, de az, hogy föl tudjanak mondjuk erősedni egy kicsit. Mert ez az összes, ami az újságokban, a tévében, a barátoktól és a trénerektől megkapnak, az ilyenkor nagyon fáj. Tehát a játékért a sajtó, vagy éppen a közvetlen környezet a hibás, vagy erről tehetnek azért a szakemberek és a játékosok is? Hát természetesen tehetnek először a játékosok, utána a szakemberek. Hát a játékos annyiba tehet róla, hiszen az játszik, azért játszik, mert hisznek benne. És a sok csalódás után természetesen, hogy az edző csalódása az megértő és érthető. De az a csalódásról arról beszélünk, hogy az újságírók, és mondjuk a tévé is, mint úgy jelentkezik ezeken a meccseken történtekre. Én tudom, hogy igazuk van. De viszont tudom azt, hogy ez nagyon fáj a játékosoknak. Sajnos én nem szóltam még bele, mert nem akarok problémákat, de nem tudom, hogy közeljövőben nem fogok bele szólni. Tehát elképzelhető, hogy a magyar labdarúgásban ennél komolyabb szerepet vállal Puskás öcsi? Nem, egyáltalán nem, mert nem kell nekem ezért komolyabb szerepet vállalni. Megmondom a véleményemet. Ha tetszik, marad, nem, akkor megy. Hogy érzi a vidéki labdarúgás mennyire jobb, vagy mennyire átlagos, mint olyan, mint a magyar labdarúgás, tehát a budapesti labdarúgás, amiről megítélszik azért a magyar labdarúgás? Egy kicsit messze van, szóval ez egy dolog, amit nagyon az NB3-tól az NB1-es felugrani, egy kicsit félelmetes. Nem vitás, akadnak játékosok, hogy közel jövőben a fiatalok közül be fognak kerülni jó játékosok az másodosztályba, sőt az első osztályba, ahol majd be kell nekik mutatni, hogy szeretnek futballozni, akarnak futballozni, és meg akarnak még jobban tanulni futballozni. Tehát van honnan táplálkozni a magyar labdarúgásnak. Önök, az a csapat, az a korosztály, aki világelsőre vezette majdnem a magyar labdarúgás, és hát azért hosszú éveken keresztül világelső is volt a magyar labdarúgás. A grundfocin nőtt fel. Vajon itt vidéken és egész Magyarországon az ilyenfajta mozgalmak, amelyek elindultak és ezt támogatják, mennyire lesznek életképesek, mennyire tudnak alapot teremteni a majdani későbbi magyar labdarúgásnak? Én ennek, amit ön most kérdez, nem hiszem, hogy egyszer is az életben még én meg fogom érni, hogy ugyanaz történjen, mint ami ezelőtt 65 évvel, az nagyon nehéz volna. Nem vitás, hogy a labdarúgónak tudnia kell, hogy mit akar, a labdarúgónak tudnia kell, hogy mi vár rá, a labdarúgónak tudnia kell, hogy hova akar elérni. Mert ezt a négyet nem tudja, akkor kár, hogy futballozik. Természetes. Ehhez kell az edzők segítsége, a barátok, a pajtások, a játékostársak segítsége, mert egyedül vagy kettesben nem tudják kihozni. Szót kell fogadni, becsületesen dolgozni, és egyszer is mindenkor az ő 12-14 éves korában, ha nem dönti azt, hogy ő futballista akar lenni, akkor hagyja abba. Ön Jene Imre után egy rövid ideig vezette a magyar válogatottat, és be kell vallani őszintén, hogy valamilyen oknál fogva akkor sem sikeredett jóra a válogatott szereplése. Vajon miért? Mi volt ebbe a hibás? Hiszen ön ezt belülről láthatta, és érdekelne a véleménye. Senki nem volt hibás. Ez az volt, hogy nem volt egy ember, aki elvállalja
ezt a bizonyos kapitánysági segédmunkát, és rám került a sor, hát itt az öcsi majd segít rajtunk, így lettem én a kapitány, amit lehetett, megcsináltunk, ennél többet nem lehet, mind akkor történt, nagyon nehéz, és én szerintem, amire nem igen reagálnak se újságok, se rádiók, az a mérkőzés Írországban, amit a csapat lejátszott, szerintem a második félben egy ragyogó futball volt. Vajon hogy érzi, van-e Magyarországon olyan szakember, vagy vannak olyanok, akiket még nem kérdeztek meg, de alkalmasak lennének arra, hogy kihúzzák a magyar válogatott szekerét a kátyúból? Vannak ilyen emberek, akik meg tudják csinálni. Persze nem, az ember mint olyan nem elég. Itt az ember mellett nagyon-nagyon sok minden kell. Kell partner, kell pénz, kell lehetőség, kell közönség, akik segítik elő a nagy bajból, amiben most van, mert ha ebből nem segítik ki, az életben nem lesz futball velük. Végezetül, hogy él ma, hogy érzi magát, milyen a közérzete a labdarúgáson kívül, labdarúgás mellett Puskás öcsének? Szóval én nem tudom, hogy kívül mi van, én a labdát érzem, én a labdával éltem, a labdával élek, én imádom a szakmámat, a futballt, semmik, én nagyon jól érzem, a hál' Istennek még nem voltam beteg, kicsit a torkom fáj, de már lassan elmúlik, úgyhogy ezen kívül nekem semmi bajom nincs. Néha a feleségem szít, hogy ide mész, már megint oda mész, sajnos muszáj, mert a barátom hoz magával, egyedül nem jön, és azért nekem jönni kell ide. Bízunk a magyar foci feltámadásába. Én még most is bízom a magyar futballtársa feltámadásába. Én bízom abban, hogy a magyar labdarúgást meg lehet változtatni, de nem be a körülményekben, be ma van. Köszönöm szépen az interjút. Yeah. A Sportriport mai adása. Köszönöm figyelmüket valamennyi munkatársam nevében. Viszontlátásra!